Köszöntöm a nézőket a Transzlációs Medicina előadássorozat negyedik előadásán. Az első három előadásban megérthettük, hogy miért fontos a transzlációs medicina bevezetése. A mostani előadáson azt is megérthetjük, hogy miért nem tud ez az egyik pillanatról a másikra megtörténni, mik azok a nehézségek, amelyek akadályozzák ennek a folyamatnak a kialakulását. Rögtön nézzük az egyetemi szintet, ahol egy nagyon jól struktúrált oktatással képződnek az orvosok, és ha megnézzük, akkor az alapismereteket, az alaptudományi ismereteket a megfelelő tárgyakban oktatjuk, élettan, anatómia, orvosi vegytan, az alkalmazott tudást, a farmakológiai ismereteket is oktatjuk a kurrikulumban. Azonban a klinikai tudománynak azokat a módszertanait, amelyek léteznek, amelyek megvannak, a különböző metaanalízisek, network metaanalízisek, adaptív klinikai trialek, crossover vizsgálatok, ezeket ma az orvosképzésben nem oktatjuk, és nem csak hogy az orvosképzésben, de később a szakképzésben sem. Ha megnézzük az orvosi diploma megszerzése utáni periódust is, a posztdoktori szintet, akkor jól láthatjuk, hogy a tudományos aktivitásban jelentős különbség van az alapkutatás és a klinikai kutatás között. Ha megvizsgáljuk a nyugat-európai adatokat, jól lehet látni, hogy sokkal több a klinikai kutatásban résztvevő személy, mint az alapkutatásban. Ez az arány körülbelül 2-3-szorosa lehet, ezt onnan is ki lehet számítani, hogy az egyes tudomány területeket művelő újságok, vagy azokat a területeken publikációt megjelenítő újságok, van egy mérőszám, amit impact faktornak nevezzük. Az impact faktor abból adódik, hogy egy adott területen publikált közleményeket hányan idéznek, és jól lehet látni, hogy a klinikai újságoknak, például a New England Journal of Medicine-nek az impact faktora lényegesen magasabb, mint azon újságok impact faktorától, amelyekben elsősorban alapkutatási eredmények vannak. Két magyar egyetemnek vizsgáltuk meg a doktori iskoláit arra vonatkozóan, hogy vajon látható-e Magyarországon az a trend, ami Amerikában, Nyugat-Európában megvan, azaz valóban mi is több klinikai kutatást végzünk, mint ahogy ez a közleményekben látszik. Az eredmény azonban egyértelműen azt mutatta, hogy a klinikai kutatások a tudomány megjelenítése a betegágy mellett lényegesen elmaradottabb Magyarországon, hiszen ahelyett, hogy 2-3-szor annyi klinikai közleményünk lenne, a doktori iskolákban közel 4-5-ször aktívabbak az alapkutatók, mint a klinikai kutatók, és jelenleg is sokkal több PhD dolgozat születik alapkutatásból, mint klinikaiból. Ha megvizsgáljuk azt, hogy az egyes intézményben dolgozó orvosok vajon milyen tudomány területen végzik a kutatási tevékenységet, az is jól mutatja a problémát. Azok az orvosok, amelyek valamilyen elméleti intézetben, élettan, anatómia, biokémia intézetben dolgoznak, általában ugyanazon elméleti intézetben végzik a PhD dolgozatukat is. Azonban, ha megnézzük azt, hogy vajon a klinikán dolgozó orvosok hol szerzik meg a PhD dolgozatukat, jól lehet látni, hogy közel 50% ezeknek az orvosoknak átmegy egy másik élettani intézetben, hiszen nincs meg az a tudományosság, az a tudományos lehetőség a betegágy mellett a klinikumban. Abban az esetben, ha megvizsgáljuk, hogy vajon a PhD dolgozatokban levő alacsony klinikai kutatás az honnan adódik, akkor vizsgáljuk meg először azt, hogy egy egyetemen milyen aktívak az ott dolgozó oktatók vagy a betegellátásban résztvevő orvosok. Jól látható, hogy egy 2011. évben levő adatanalízis alapján az impact faktorral rendelkező közlemények számában az orvosok jelentős része, függetlenül attól, hogy elméleti vagy klinikai intézetben dolgozik, nem publikál impact faktorral rendelkező újságokban, és ha egy hosszabb periódus, tehát akár egy 4 éves periódus megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy legalább 50%-a az egyetemeken dolgozó orvosoknak vagy oktatóknak nem rendelkezik első vagy utolsó szerzős publikációval egy 4 év alatt. Tehát elmondható az, hogy lényegesen aktívabban, lényegesen szigorúbban kellene a tudományos aktivitást elvárni az orvosoktól. Természetes,
hogy ehhez egyértelműen a megfelelő védett időt biztosítani kell. Természetes, hogy a tudományos aktivitáson kívül a klinikai tudományban vannak olyan módszertanok, amelyek a minőséget lehet velük megvizsgálni. Például egy vizsgálat sokkal magasabb szinten van, ha nemzetközi bírálaton átmegy, nemzetközi szinten regisztrálva van, ha statisztikai elemszámbecslés van benne, ha magas, nagyszámú betegek vannak a vizsgálatban, abban az esetben, ha egy vizsgálat többcentrikus, vagy akár sokfajta klinikai metodológiát használunk benne. Ezek a számok is egyértelműen mutatják, hogy a klinikai kutatás mértékét meg kell ahhoz növelnünk, hogy a tudományt vissza tudjuk vinni a betegágy mellé. Ha megnézzük, hogy hány vizsgálat került regisztrációra azon közleményekben, amelyek publikálva lettek a PhD dolgozatban, akkor látható, hogy egy-egy vizsgálatot kivéve nem kerülnek a vizsgálatok regisztrációra, elemszámbecslés gyakorlatilag nincs a vizsgálatokban. A vizsgálatok jelentős része kis elemszámmal 50-100 beteg bevonásával történik, és a klinikai metodológiák közül tulajdonképpen két metodológiát, a retrospektív vizsgálatot és a keresztmetszeti vizsgálaton kívül szinte hiányoznak ezek, és ahogy az elméleti résznél beszéltünk róla, tulajdonképpen a fő probléma, hogy ez az orvosképzésben vagy a szakképzésben nincs beépülve ezen metodológiák oktatása. A multicentrikusság is hiányzik a rendszerből, hiszen nagyon sok esetben az egyes centrumok úgy gondolják, hogy az ő betegük, az ő adatuk, és azokat nem szívesen osztják meg másokkal. Ez megint abba az irányba vezet, hogy a klinikai kutatás minősége nem igazán jó. Ha megnézzük, ez megint nem magyar jellegzetesség. Mi megvizsgáltuk a hasnyálmirigy betegségeiben publikált adatokat, és jól lehet látni, hogyha 10 millió lakosra leosztjuk a közlemények számát, akkor Közép- és Kelet-Európa jelentősen elmarad Nyugat-Európától. Örülünk annak, hogy a hasnyálmirigy betegségekben föl tudtuk Magyarországon venni ezzel az új transzlációs medicina rendszerrel a versenyt a nemzetköziekkel. Azonban a nehézségek nem csak itt vannak, a szervezeti szintet is meg kell vizsgálni, hiszen láthatóan a klinikai intézmények az elméleti intézetektől teljes mértékben elkülönülnek. Valaki, ha végez az orvosegyetemen, vagy elméleti oktatóvá válik, vagy klinikumban a betegágy mellé kerül. És nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy szinte teljes mértékben hiányoznak azok az interdisziplináris egységek az egyes egyetemekről, vagy akár kórházakról, amelyek nélkülözhetetlen a tudomány elősegítésében. Ma már egyértelműen megállapítható, hogy nem lehet jó minőségű kutatást végezni a különböző disziplinárk megjelenése nélkül, ezért rendkívül fontos, hogy a biostatisztika, informatika, jog, kommunikáció megjelenjen a mindennapi tudományban. Másik problémát jelent az, hogy jelen pillanatban a finanszírozók, azok a különböző szervezetek, amelyek a kutatásra pénzt adnak, megelégednek azzal az eredménnyel, hogy egy adott kutató valamilyen új dolgot felfedez és leközli azt. Ezáltal fölkerül a polcra a tudás, ahogy a korábbi előadásban említettük, 1,4 millió közlemény jelenik meg évente. Azonban arra vonatkozóan, hogy ezt hogy implementáljuk a mindennapi gyakorlatban, azaz nem csak a felfedező kutatást, hanem az implementációs kutatást, a hasznosításra vonatkozó kutatást finanszírozzuk, ebbe óriási elmaradás van. Szintén vannak még problémák, és hát ha a betegellátás szintjét megnézzük, akkor jól lehet látni, hogy az orvostudományon belül kialakult egy hierarchia a régi rendszerben, ami egyébként teljesen logikus volt és teljesen kívánatos, hiszen amíg az egyéni tapasztalatokon épült a betegellátás, addig a tapasztalat a betegágy mellett eltöltött időnek óriási jelentősége volt. Azonban ez az úgynevezett fehér köppeny hierarchiának most már csak látszólagos a fontossága, hiszen az elméleti tudás az minden szinten egyformán elsajátítható, éppen ezért ez a fajta hierarchiai eloszlás szintén nem segíti a rendszer, és hát továbbra is a másik legnagyobb problematika az, hogy még mindig a bevált gyakorlatokat használjuk, és nagyon sokszor hangzik el a mindennapi betegellátásban, hogy így szoktuk, ez a mindennapi gyakorlat, régóta így csináljuk, és nem az evidenciákban keressük a válaszokat.
Köszönöm a figyelmet. A következő előadásnál megtudhatjuk azt, hogy vajon az Európai Akadémia, amelyik a legfontosabb tanácsadó testület az Európai Uniónak is, vajon mi a véleménye a transzlációs medicináról, és ők hogy látják azt a kérdést, hogy hol kellene a transzlációs medicinának lennie a mindennapi betegellátásban.